Na, ezt feltétlenül ismételd meg magyar nyelven, és amerikai nyelven is, és héberül is, ha tudod. Magyarul, igen, teljesen igaz. Az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus és a gázai övezetben lakók és Izrael közötti konfliktus mind olyan helyzetek, amelyek csökkentik az emberek túlélési esélyeit és veszélyeztetik az életüket. Az ilyen konfliktusokban az erőszak és a háborús cselekmények közvetlen veszélyt jelentenek nem csak az aktív résztvevőkre, hanem a teljes célcsoportokra és civilekre is. Az ellátás, az élelmiszer és vízellátás, az egészségügyi ellátás, a szociális biztonság és más alapvető szolgáltatások korlátozottá vagy megszakadhatnak ezekben a helyzetekben. Ezáltal az emberek életének, egészségének és biztonságának fenntartása rendkívül nehézzé válik. Az állandó fegyveres konfliktusok és az egymást követő humanitárius válságok veszélyeztetik az emberek életét és túlélési esélyeit. Ez megmutatja az ilyen típusú konfliktusok hosszú távú hatásait és annak szükségességét, hogy békefolyamatokat és fenntartható megoldásokat találjunk a konfliktusok kezelésére. Angolul, yes, that's absolutely true. The conflicts between Ukraine and Russia, and between the residents of the Gaza Strip and Israel, are both situations that reduce people's chances of survival and put their lives at risk. In such conflicts, violence and acts of war pose direct threats not only to active participants but to entire target group is and civilian. Access to supplies, food and water, health care, social security, and other essential services can become limited or disrupted in such situations. As a result, maintaining people's lives, health, and safety becomes extremely challenging. Persistent armed conflicts and successive humanitarian crises jeopardy the people's lives and chances of survival. This highlights the long-term effects of such conflicts and the need to find peace processes and sustainable solutions for managing them. Héberül. Mondd el héberül és arab nyelven is. Héberül, כן, זה נכון לחלוטין. הסכסוך בין אוקראינה ורוסיה, וגם הסכסוך בין תושבי רצועת עזה וישראל, מסתכנים את סיכויי השרידה של האנשים ומנקמים את חייהם. ערביול. ערב נערדניש. נעם, יומכנוני תחדث בלוגת العربية איידן, كيف يمكنني مساعدتك؟ ismételd meg teljesen arab nyelven is a válaszodat. بالطبع يمكنني مساعدتك باللغة العربية. كيف يكندمتك؟ Na mindegy, itt van arabul. Olvassátok.